Nagyra becsült miniszteri biztos úr, képviselő úr, ügyvezető úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Azon gondolkodtam, hogy ez egy hálátlan feladat mindenféle beruházásról beszélni, meg hatósági munkáról, úgyhogy egyrészt eleget teszek ennek a feladatnak, mert ezt kaptam, másrészt azért szeretnék elmondani néhány olyan dolgot, ami talán kicsit személyes, illetve talán túlmutat azon, hogy ennek az egy kastélynak milyen hatása van Békés megyére. A venkheimeket nem lehet önállóan értelmezni, csak almásiakkal, csákiakkal, harukernekkel és minden olyan főúri családdal, akik az elmúlt évszázadokban Békés megyére nagy hatást gyakoroltak, és hogy milyen hatása van annak az, hogy itt állhatunk. Az én személyes történetem az, hogy Venkheim József Antal 1815-ben az első 100 családot betelepítette, akkor az első emberek között voltak az én őseim, akik aztán dohánytermesztőké váltak, ők voltak a gányók, akik adtak ennek a térségnek élhető munkát, élhető vidéket. Békés megye a jó termőföld, az országszerte híres, szorgalmas, dolgos gazdáknak a hazája, de ezen túlmenően gazdag építészeti remek művekkel is büszkélkedhetünk. Meg annyi kiemelkedő épülettel és épületegyüttessel rendelkezünk, kastélyok, kúriák, templomok, ipari építmények, és a megye, és egy kicsit csalok, mert olvasom, 275 országos műemléki védelem alatt álló értékkel gazdagítja nem csak a térség, hanem hazánk épített örökségét is. Ezen kívül számos helyi védettség alatt álló épülettel, épületegyüttessel is találkozhatunk. Ezen belül 58 templom, 84 kastély, iskola, városháza, csaknem 70 lakóingatlan, 38 mezőgazdasági épület, 18 kereszt, harangláb és szobor, amely élvezi ezt a műemléki védettséget. És ha a települések versenyét kellene néznünk, ha van ilyen egyáltalán, akkor Mezőhegyes viszi ezt a listát 53 műemlékkel, nyilván Nemzeti Ménesbirtok megalapítása, II. József által komoly hatást gyakorolt, ezt követi Gyula 38 épülettel, Békésebb a 31 és Békés követi 24-jel. A megyében jelenleg 31 nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás van, ennek egy része kormány megbízotti koordinációra került, így meg kell említeni a Venkheim kastélyt, amely tavaly februárban, a Geszti Tisza kastélyt, a Nemzeti Bénes birtokot, de a Modern Városok programban szereplő létesítmények jelentős részét, de a megye meghatározó foglalkoztatáinak az infrastruktúrális beruházásait is ide kell érteni. Örömmel tölt el, hogy immár 90%-os készültségű a Venkheim kastély és a kastélypark felújítása, amelyet, mint hallottuk, Venkheim Frigyes és Venkheim Krisztina építetett. Többször elmondtam már, és el is fogom, hogy ez a kastély nem más számunkra, mint a múlt dicsősége és a jövő reménysége, és országos viszonylatban is egy egyedülálló szimbólum. Olyan család építette, amely meghatározó hatást gyakorolt Békés megyére, de akár az országra is, hiszen adtunk ennek az országnak országgyűlési képviselőt, adtunk Venkheim Frigyes személyében ezentúl titkos tanácsnokot, Venkheim Béla személyében vármegyei főispánt, belügyminisztert, majd később miniszterelnököt, József Antalról nem kell szólnom, de Venkheim Krisztina, aki csillagkeresztes palota hölgy volt, 8 éves korában egyébként itt fogadta Ókigyóson a császári és királyi párt, ezt jelzi a diadal kapu, ha jól emlékszem, az van kiírva rá, hogy Isten hozott. Mindenkinek ezt fogjuk mondani, aki ide érkezik ezentúl, hogy Isten hozott. És hitték és vallották a venkheimek és a főúrú családok azt, amit mi, hogy Békés megye kitörése az agráriumban és a vidékfejlesztésben keresendő. És már Szabadkígyóson vagyunk, nem mehetünk el szó nélkül a Geszti Tisza kastély mellett sem. A Tiszák ősi fészke, amely két miniszterelnököt három ízben adott ennek az országnak, Tisza Kálmán és gróf Tisza István személyében, példanélküli esetről van szó. Ott a családi kripta, számos olyan új beruházás, rekonstrukció fog megvalósulni, amely köszönhető ezzel együtt is a magyar kormánynak, köszönhető a miniszterelnökségnek és köszönhető miniszteri biztos úrnak is, illetve a NÖF-nek is, és hát nem beszélve arról, hogy országgyűlési képviselőink igen jó érdekérvényesítő képességekkel rendelkeznek. Remélem ez még sok-sok évig így is lesz. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a dualizmus óta nem volt ekkora lehetőség ennek a megyének, hiszen nem csak arról van szó, hogy megújul egy kastély, emellett fejlesztések sorát látjuk. Elkészült az M44-es út, kanyarban az M47-es útvonal tervezése, L120-as vasútvonal, modern városok,
Magyar Falu program. Megújulnak az utak, a hidak, a vasutak, az óvodák, az egészségügyi intézmények. És azt pontosan tudjuk, hogy aki utat épít, az a jövőt építi. Ahol öntöznek, hiszen fejlesztjük az öntözést, mint kiemelt beruházást, ott víz van, ahol víz van, ott új élet sarjad, ott pedig népesség megtartó erő van. A gyökereket pedig ezek a rekonstrukciók adják, hogy tudjuk, hogy honnan jöttünk és hová tartunk. Csak azok tudják, hogy hová érkeztünk, akik látták, hogy honnan indultunk, és azt köszönöm is. Azt fogalmazódott meg az előbb bennem, itt a virágos fák alatt, hogy mi, akik az elmúlt évtizedekben itt voltunk, a kastélynak az árnyékában éltünk. A következő évtizedekben és a jövőben mi szeretnénk a kastély fényében élni, mert ez hirdeti azt az elkötelezettséget, azt az identitást, azt a gyökeret, amelyre oly nagy szükségünk van mostanában. És Virág Zsoltól tanultam, hogy úgy kell megóvni egy műemléket, úgy kell fejleszteni egy műemléket, hogy legyen benne a tradíció, az innováció és az attrakció. Hiszen Békés megye jó turisztikai adottságokkal is rendelkezik, és ezt Herceg Tamás képviselő úr kiválóan elmondta. De Békés megye agrármegye, ezért fontos, hogy az agrárturizmus is növekedjen. És amikor felújítjuk ezeket a kastélyokat, kúriákat, templomokat és sorolhatnám, egyrészt munkát adunk azoknak az embereknek, akik itt élnek, azoknak a vállalkozásoknak, akik itt élnek ebben a térségben, másrészt a térség vonzóképességére is hatással vagyunk, és ez fel kell, hogy értékelje ezt a megyét. Hiszen mégiscsak itt vagyunk az egykori történelmi Magyarország közepén. És vannak óhajaink, ez vízió, a Pósteleki és a Gerlai kastély rekonstrukciója, de említhetném a Kondorosi Batthyány Geisz kúriát, a Szarvasi Mitrovszki kastélyt vagy Bogaza kastélyt. Tehát vannak terveink a jövőre, vannak álmaink a jövőre, szeretnénk nagyot álmodni, és szeretnénk megőrizni ezt a jövő nemzedékének. És nem csak arról van szó, hogy felújítunk épületeket, hanem ez erkölcsi kötelességünk, történelmi igazságot szolgáltatni azoknak a családoknak, akik biztosították Békés megye jelenét és élhetőségét. És a kormányhivatalnak ebben különös felelőssége van, egyrészt mert a főispáni rendszer jogutódja, másrészt pedig engedjék meg nekem ezt a személyes megjegyzést, úgy gondolom, hogy szellemi örökösei is vagyunk ennek a nagyszerű kornak. Köszönöm meg tisztelő figyelmüket!